Üvegdíszhordó a hónap műtárgya a Túri György Múzeumban. Az üvegből fújt, maratott hordó aktualitását szeptemberben a Szüret adja. Az üvegdíszhordó egykor cégérként szolgált a híres aranyszarvas szálló kirakatában. Kézzel faragott állványa nyárfából készült, pácolt, lakkozott. Dúsan faragott növényi ornamentikájú széles talpakon áll, párosan villásan elágazó szárai közé helyezték a hordót. A díszhordót a tulajdonosának, Knotzer Frigyesnek, az egyik leszármazottja adományozta a múzeumnak 1968-ban. 1880-as években valószínűleg ajándékként kapta a szállodának a tulajdonosa, Knotzer Frigyes. Ő építette az Erzsébet tér 18 szám alatt a gyönyörű kétemeletes szállodáját, ami akkor a Dunántúl egyik legmodernebb, gyönyörű 32 szobás szállodája volt. A luxusát abban az időben a pesti Hungária szállóihoz hasonlították, tehát a lapok többször kis hungáriaként említették, tehát főhercegek, miniszterek, előkelő külföldi vendégek szálltak mindig itt meg, és vele szorosan összefüggött a szomszédos épület, a 19, ahol most egy bank található, illetve hát egy bankszékház után most már étterem. A két épületben közösen működtette, a nagy szállórész földszintjén a kávézó, a másik részen pedig egy sörcsarnok és étterem működött.